reggeli személy. Simko Edit van itt velünk, a Tanítanék Mozgalom képviselője, sokat beszéltünk pedagógiai oktatási kérdésekkel vele az elmúlt, hát most már években is, ugye? Igen, igen, jó reggelt kívánok. Mióta itt megjelent a magyar közéletben, mint a pedagógusok egyik képviselője, és a mai beszélgetés apropóját nyilván az érettségik adják, de szeretném, hogyha kicsit tágabb kontextusban is beszélnék arról, hogy hova jutott a magyar oktatás az elmúlt hónapokban. Magyar tanár gyárilag. Eredetileg. Igen, de egy helyesbítést hagyd tegyek, mert én nem vagyok a Tanítanék tagja, velük is szövetségesként dolgozom, és nagyon fontosak számomra az oktatás mellett. Én az Országos Közös Akarat az OK-nak is szövetséges vagyok, de alapvetően mindig szoktunk viccelni, hogy én a 170/60-as szervezetet, ez a magasságom és a súlyom képviselem, nem vagyok szervezeteknek tagja. Oké, akkor párton kívüli... Igen, abszolút, párton kívüli civil vagyok még a civilek között is. Az idei volt az első olyan magyar érettségi, amely a megváltozott szabályok Igen. szerint ment, és előtte nagy volt a magyar tanárok egy részében legalábbis az aggodalom, hogy hát sokkal inkább a tételes tudásra épít ez, vagy azt ellenőrzi ez az érettségi, semmint mondjuk az önálló gondolkodást, vagy a kreativitást. De így a tételeket, ahogy megnéztem, én nem látok olyan drámai különbséget mondjuk így az előző évekhez képest. Kétségkívül attól még jövőre, vagy azután, meg azután még bármilyen lehet. Igen, ez egy nagyon nyitott kérdés, de a különbséget igazából szakmai szemmel látjuk meg elsőre. Ugyanis kivettek egy olyan részt belőle, miatt a hát műveltségi tesztnek mondjuk, de igazából én valahogy úgy látom ezt, mint mikor elmegyünk ilyen jó kis kvíz műsorokba, ahol lehet adatokat köpködni, és akkor vagy lezuhanunk, vagy nem, vagy kiesünk a játékból, vagy nem. Tehát nem igazából adatrögzítésről szól, csak semmi másról. Nem kell hozzá a művet ismerni ahhoz, hogy tudjak mondani egy név után, hogy melyik műben szerepel, vagy mi a mű műfaj. A Wikipédiából is lehetne ilyen alapon magyar tanulni. És nem gondolom, hogy ez a cél. Amit kivettek, az egy gyakorlati szövegalkotás, ami például arról szólhat, hogy egy motivációs levelet hogy írok meg, egy beadványt hogy írok meg. Tehát olyan dolgokat feszegetünk, amit használhatnánk az életben, mert valószínűleg egy munkainterjú nem azt fogják megkérdezni, hogy Babits Mihály mikor élt, vagy az arszpolitikája, tehát nem ilyeneket fognak kérdezni. Nem tudom, hogy igaz-e a történet, de van egy anekdota, amikor itt közben eszembe jutott, hogy azt hiszem Albert Einstein és Edison találkoznak. Nem tudom, hogy ez fizikailag. És akkor az Edison panaszkodik az Einsteinnek, hogy szörnyű, mert nem talál magának asszisztens, évek óta keres egy megfelelő asszisztenst, és akkor hát miért nem talál? Hát azért pár dolgot kéne tudni, mennyi a Brooklyn Bridge átmérője, milyen az olvadáspontja, nem tudom, hogy micsak egy hosszan sorolja, és azt mondja az Einstein, hát ne arra ugyan, én nem tudok magánál jelentkezni. Ezeknek a tudásoknak én nem felelek meg. Szóval ezek szerint már akkor is, mondjuk ez úgy volt, hogy a tételes tudást meg lehetett találni egy lexikonba egy részét, ma meg aztán tényleg a telefonomon bármit ki egy perc alatt meg tudok nézni. Tehát mennyit kell tudnom mondjuk Petőfi Sándor életéről ahhoz, hogy a szeptember végéről véleményem legyen, hogy ez tetszik vagy nem. Nem feltétlenül egy jó szöveg, az megáll önmagában is, tehát nem feltétlenül kell tudni egy csomó háttérinformációt a szerzőről, az gazdagítja a tudásunkat, ha tudunk. Egy nagyon komoly vita egyébként állandóan, hogy mennyi adatra van szükségünk, és mennyi az, amit a logikus gondolkodásunkból és ilyen készségeinkből tudunk előhozni. Ez nagyon fontos, mert hogy egyik a másik nélkül nincs meg, de a helyes arányt kell tudnunk megtalálni, és ami irányba most megyünk el, az pontosan az, hogy ez az adatrögzítős tanulás. És egyébként ez azért nagyon rossz, azért is nagyon rossz ebben a formában számon kérni, mert eddig a gyerekeknek volt ideje a szóbelire fölkészülni, ott jönnek ugyanis elő sokkal inkább ezek, és most hirtelen így egyszerre ott kell lenni mindennek. Tehát lényegében péntekig még tanultak óra rendszerint, és akkor most rájuk zúdul, hogy ezeket az adatokat vissza kéne nekik valahogy adni. Nem tudunk rendszerezett tudásban gondolkodni így. Az irodalomanyag így is óriási nagy, tehát drasztikusan kéne csökkenteni, mert hogy azt a kérdést föl kell tennünk magunknak, hogy mit szeretnénk az irodalommal elérni. Azt, hogy ilyen
elrontott bölcsészek menjenek ki, akik egyébként mondjuk műegyetemre készülnek, azok is majd adatokat beraknak, amit aztán el fognak felejteni. Tehát pontosan tudjuk, hogyha nem használunk egy adatot, azt elfelejtjük egy idő múlva. Tehát, hogy az a célunk, hogy elfusarált bölcsészek legyenek, ők is, vagy az, hogy olvasó emberekké váljanak. És ez volna talán a lényeg, de ahhoz meg az kéne, hogy elmélyülhessünk egy szövegben, hogy meg tudja fogalmazni, mi érinti meg. Tehát órákon egy óriási szenvedés, hogyha az ember be akarja tartani az újnatnak az előírásait, hogy előjön a gyerekekből egy csomó kérdés, mikor megérinti őket valami, és hát bocs, gyerekek, rohannunk kell tovább. El kell döntenünk, hogy hogy akarunk rossz tanárok lenni. Most persze mondhatnám, hogy hogy akarok jó is, így is fölteltem a kérdést, az érettségire készítem föl, tehát az adatokat tolom bele a gyerek agyába, viszont akkor nem lesz olvasó ember, vagy sokkal kisebb eséllyel, vagy pedig azt választom, hogy esetleg olvasó ember lesz, megszereti az irodalmat, meg tudja érinteni egy szöveg, megérti a kérdéseket egy adott műből, és akkor elkezd érdeklődni ez iránt a téma iránt, viszont akkor erre a fajta érettségire kevésbé fogom tudni fölkészíteni. Majd arra térünk vissza, hogy vajon akik kitalálták ezt a típusú tanítást és ezt a típusú számonkérdést, azok miért gondolhatják ezt, hogy jó, de hogy hát az irodalom egy fejlődő dolog, hát napról napra jelennek meg regények, amiket szükségképpen nem lehet tanítani az iskolában. Most az, hogy, hogy megértsem, hogy el tudjak rajta gondolkozni, az nyilván, most mit tudom, mi az új regény, mondjuk Kemény Lili új regénye, mi ezt nyilván nem tanították, és még egy darabig valószínűleg nem is fogják ebben az iskola rendszerben tanítani, de hogy én azt értékelni tudjam, vagy megtanuljam tetszeni, vagy nem tetszeni, ahhoz nem évszámokat kellett megtanulnom, felteszem. Pontosan. Azt kéne megértenünk, hogy egyébként, ha már jövünk így a kortárs irodalomhoz, nagyon sokan nem találkozhattak adott esetben mondjuk Szabó Magdával, és ugye ő is kérdés volt most ebben, igen, a tételsorban, mert egyszerűen nem jutnak odáig. Tehát nem lehet oda eljutni. Tehát vagy sikerül a gyereknek megtudni, vagy nem. A másik pedig, és ezt egyébként általános iskolánál is mondjuk, hogy valószínűleg a kortárs szövegek felől kéne elindulni, és mondjuk nem hozni már általános iskolába Zrínyit. A barokk irodalommal, amelyiként nagyon vicces a mostani tesztben, az érettségi tesztben, hogy ott a stílus jellemzéseknél, hogy mi jellemző, dagályosság volt oda, tehát eleve pejorálja a barokkot, hogy dagályos. És akkor, vicces ellentmondások vannak benne, tehát fölfoghatnánk ilyen oldalról is, és jó nagyokat nevethetnénk, na de itt gyerekeknek az előmenetele az élet, a felvételi a tét közben a másik oldalon. Hát a felvételit azt jobban értem, hogy például nagyon sokszor tapasztalom, hogy felnőtt, nem is műveletlen emberek milyen mértékben nem értik az iróniát. Tehát egyrészt, mert felszínesen olvas, meg siet, de hogy azt ugye az újságíró iskolába első között mondják el, hogy ne ironizálj, mert a közönség egy része mindig félre fogja érteni, mert egyszerűen nem képes dekódolni, hogy ezt most te nem komolyan mondod, ugye ezért a Facebookon kitalálták, hogy akkor teszel oda olyan nevetgélős fejecskét, mert ott is rájöttek az emberek, hogy a kollégák többsége, vagy egy része nem érti. Tehát ilyen alapvető dolgokat nyilván van, aki megérti, de hogy nem fog fel, pedig lehet, hogy az irodalom oktatásban meg lehetne mutatni, hogy ezt a szöveget nem úgy kell érteni, tehát nem kell feltétlenül terpeszállásba állnod és fejjel lefelé nézned, ahogy ezt Örkény ajánlja, hogy ezt ő nem biztos, hogy szó szerint javasolta. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és hogyha már social media ide bejött, akkor azért egy nagyon fontosat tudnunk kell, és most akkor a pszichológus hagy szólaljon meg belőlem, ugye, hogy állandóan rávetítjük magunkat a világra, tehát magunkon keresztül szűrjük, és ugye Babics is volt, és akkor mondhatnám a lirikus epilógiát, hogy már itt az érettségitől nem menjek nagyon messzire, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni, tehát a megismerésem, mindent bevonok a magam körébe. És ez azért érdekes, mert ha elolvasok egy szöveget, akkor nem mindegy, hogy milyen indulatot vetítek rá. Tehát lehet, hogy valaki nagyon kedvesen írt nekem valamit, hogy jó, nagyon köszönöm, de lehet, hogy én idegbajosan éppen úgy olvastam, hogy nagyon köszönöm. És nincs ott jelzés, nem segít. De most nagyon elmentünk ebbe az irányba, a social media szövegeit nem jó ide behozni. Örkénynél az egy egészen másik történet, hogy azért rá lehet jönni könnyebben az iróniára, az irónia lényegére. Egyébként az irónia megértése, illetve a humor az egész komoly intelligenciát követel. És én nagyon szeretem behozni az oktatásba, mert hogy nagyon jól frissít a gondolkodásra, hogy ne csak egy síkon gondolkodjunk, hanem azonnal több szempontból nézzük meg ugyanazt a dolgot is, még a véresen komoly dolgokat is egyébként. Egyébként
teszem, hogy a nagymamám, aki 1917-ben érettségizett, nem tanult Adi szükségképpen, bár Adi akkor már egy népszerű költő volt, de még nem volt a anyag, úgyhogy ő tényleg elakadt Zrínyinél. Hát később pótolt, tehát még József Attilát is olvasott, odáig is elmerészkedett, azt hiszem, annál tovább nem. De hogy a Zrínyi házból hosszú részleteket tudott idézni, és az Iliászból is sorokat el tudott mondani, de a modern irodalom már, hát az életkora miatt is, meg az akkori iskolarendszer miatt is kevéssé jutott el. Tehát valószínűleg a Nyugatot nem tanították nekik a szolidabb polgári leányiskolában. Hát nem, valószínű nem tanították, de akkor élték. Igen. Tehát az ugyanaz volt, mint a mostani korság. Más világ volt, tehát hogy nem szabad összevetni magunkat. Olvastam, ugye kitették azonnal ezt a műveltségi tesztet a social médiára, ha már annyit idézzük, és meg lehetett csinálni, és akkor kinek hány százalék lett, és büszkélkedtek sokan, de volt, ahol olyan formában volt kirakva, hogy felelet választósan. Tehát ott volt a sok rossz megoldás között a helyes megoldás, így azért sokkal könnyebb volt. Meg nagyon sokan mondták, hogy jó, ez milyen könnyű, hogy milyen könnyű a diákoknak, de azért ne felejtsük már el, hogy egy bizonyos kor után, mikor a tudások bennünk valahogy megérlelődnek, illetve akkor, mikor mi voltunk középiskolások, egész más volt a történet, egész más vitt el a figyelmünket, egész mást követeltek, és egyébként azóta csak nő a tananyag, de nem csökkentik le a fölöslet, nem tudnak rostálni. Igen, van ez a vicc, hogy az ősember gyerek hazamegy, megmutatja a bizonyítványát az apukájának, az történelemből kettes, most. Igen. Ezt a történetet szerintem sokszor elsütöttem már, hogy egy barátomnak a gyereke Svédországba jár iskolába, és akkor valamiről beszélgettünk, és elmondott, hogy Damoklész kardja, és a gyerek, hogy Damoklész kardja mi az, és mindenki mondta, hogy Svédországban így tanítanak, hogy azt se tudják. Láttam, hogy az összes felnőtt már a pad alatt a telefonjába írogatja be, hogy mi az, hogy Damoklész kardja, hogy itt mindjárt meg leszíthassa a svéd oktatást, mondjuk, mint fogalmam sincs, hogy milyen. Fogalmú, a mondást ismertük, de hogy mi a története, ott ült, mit tudom, 8 vagy 10 relatíve jól kvalifikált értelmisége, nem is feltétlenül bölcsőszek, és úgy igazából egyikünk se tudta volna jól elmondani a történetet, és akkor na hát, hogy ti mit csináltok helyette, és akkor elmondta, hogy ők milyen feladatokat oldanak meg, hogy miről beszélgetnek, és hát nem kell megtanulni, hogy mi az, hogy Damoklész kardja, amire persze lehet azt mondani, hogy meg kell tanulni, azt is el tudom képzelni, de hát jó. Átalakul az is, hogy mit tekintünk általános műveltségnek, és akkor itt jön annak a feszültsége, hogy iszonyúan megyünk visszafelé a korban, itt mi Magyarországon, tehát olyan, mint hogyha egy hátulról akarnánk utolérni mindenkit, vagy nem tudom melyik pontján az életnek. Az online alatt is megtapasztaltuk, hogy az általános műveltségünknek nagyon fontos része lenne például az, hogy hogyan tudunk adatokkal dolgozni, tehát az internetről nyert adatokat hogyan tudjuk felhasználni, hogyan tudjuk az informatikát a hasznunkra hajtani. Új kérdés most ugye mesterséges intelligenciával hogyan tudunk dolgozni, hogy az lesz a jó, aki jól tud kérdezni majd. De nagyon összetett ez a probléma, viszont akik meghatározzák most azt, hogy mi a kötelező tananyag, azok mintha lemaradtak volna ettől. Tehát mintha megálltak volna abban a fejlődésben, amit a kor kíván tőlünk, és ezért, minthogyha ilyen félve ragaszkodnának az ő tudományukhoz, hogy ne értéktelenődjenek el. Tehát valahogy ez a rossz értelembe vett megöregedett léleknek a működését vélem felfedezni, aki már nem akar és nem is tud változni, és akkor viszont legyen úgy, ahogy ő akarja. De ezt sok mindenben meg tudjuk nézni, például a nők helyzetével kapcsolatban, mikor 50 pluszos emberek, férfi emberek döntenek az anyákról, és most nem akarok body shamingelni, meg a korral se, de hogy fölháborító, amit történik ilyen szempontból is. Igen, Sipko Edita vendégünk. Szóval tényleg most megint valamelyik nap a szomszéd középiskolás gyerek, azt hiszem, hogy Berzsenyit és Tán Csokonait tanulta, és akkor ott mondta, hogy miket kell tudni, hát ott megint ott ültünk 3-4-en. Ezekből igen keveset tudtunk, ezekből az életrajzi adaszokból. Lehet, hogy nekünk is meg kellett tanulni, meg már erre se tudok visszaemlékezni, de hát, ahogy mondta, ezek a tudások azért a legtöbbünkből kivesznek, ahogy elszoktuk azt játszani, az is szerintem elég szomorú, hogy a másodfokú megoldó képletet hányan tudják még elmondani.
Hát nem lennénk olyan nagyon, nem lennének olyan nagyon sokan. Én egyetlen dolgot gyakorolok be rendszeresen, a Pitagórasz tételt. Azt is azért, mert a majmok bolygójába úgy bizonyítják be, hogy ők tudatos lények, hogy a majmoknak lerajzolják. Az még hasznos lehet, ha jönnek a majmok. De egyébként az összes többi ilyet szégyen, tehát nem dicsőség, elfelejtettem. Nem emlékszik rá az ember. Valószínűleg ez történhetett az életrajzoknál, és ezeket nagyon komolyan tanítjuk. De van valami nagyon fontos talán ebben, hogy a mostani kormányunk erősen nemzeti, és ugye szeretné, ha mi nagyon erősen a magyar kultúrához kötődnénk, és nem veszik észre, hogy a kultúrához kötődés az pont abból van, hogy szerethető, hogy ad nekünk valamit az életünkhez. A kultúrával igazából együtt kéne léteznünk. A professzióinktól függetlenül. Tehát ne csak a bölcsész olvasson, hanem mindenki más is, hogy ez élményt jelentsen, hogy ez gazdagítson, hogy önismeretünk legyen. A kultúra szerethető, a kultúra nagyon nagyszerű dolog, de nem így, hogy adatokkal dolgozunk benne, csak adatokkal, és nekem tudnom kell, hogy hányban jelent meg Adinak ez, vagy az a kötete, vagy még rosszabb egy darab verse, mert hogy nem ezen múlik. Azt mondja, Adi se tudta idő után. És hát egyébként simán miért, el tudom képzelni. Ez az ember a nem ezeken fog múlni, és ahogy viszont kényszerítik, hogy most csináljuk, hogy az ifjúság elszakadjon teljesen attól, ami igazából neki szól, neki terveztünk, nekik akarjuk súlykolni, azzal pont megutálják ezt a kultúrát. Tehát pont az lesz, hogy ez egy dögunalom. A klasszikusok, attól klasszikusok, hogy meg tudnak minket szólítani az idők során folyamatosan. Viszont így azt érjük el, hogy semmi se tudjon megszólítani minket az idők során. És ez aggasztó, ez borzasztóan aggasztó, ugyanis egyre kevésbé olvasók a gyerekek, mert átalakul egyébként az olvasási szokásuk is. Persze, meg annyi más kihívás van, a végtelen számú sorozatok és filmek, amik szintén a magam ugyan a kultúra részei. Egyébként szerintem a legkülsőbb időkben is az emberek döntő többsége nem úgynevezett magas kultúrát olvasott. Pontosan. Nyilván, amit mondjuk ma ponyvának nevezünk, némiképp leegyszerűsítve azoknak a példányszáma a fénykorában is jó lett a dolog. Meg azért régen se volt ideális helyzet, nekem mindig az jut eszembe, hogy azt hiszem negyedikesek voltunk, amikor a Kincskereső kisködmönre rákényszerítettek, és én ott körülbelül abba hagytam, tehát ott millimétereken múlt, hogy ne hagyjam abba örökre az olvasást, mert valami annyira idegen, taszító, és nem tudom, volt, és felnőttként jöttem rá arra, hogy a szerző azért egy viszonylag nem egy nagy író, de hogy egy jó író volt, vagy írt olyanokat is, amik értékelhető művek, de a Kincskereső kisködmönnel majdnem örökre elvették a kedvemet. Ez egy értelmi terror, szerintem traumatizáló. Igen, de most nem is a konkrét mű a lényeges, csak azt mondom, hogy azért régen sem mindig találták el, hogy mi kell a adott kori ifjúságának. És hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor kiderül, hogy igenis mégiscsak olvasnak, mondjuk itt volt a Harry Potter, most már 10-15, nem tudom hány évvel ezelőtt, amiből egy egész nemzedéket nem lehetett kivakarni, és lehet, hogy még most is olvassák, de akkor tényleg elöntött a világot, és nem csak Európát, hanem Ázsiát is, és valahogy mindent eltaláltam, és akkor azt megolvasták. És hány gyerek olvassa örömmel, és ezzel milyen jó lenne foglalkozni, annyi mindennel lehetne, ha lenne arra idő például, hogy akkor foglalkozni. Mondjuk általános iskolában egy kicsit könnyebb a pedagógusok dolga a kötelező tananyaggal való játékban. De hogy magyarul olvassa a Harry Potter, tehát a magyar nyelvi készségei és mindenféléje ugyanúgy fog vele fejlődni, ha éppen ezt nem is magyar szerző írta, de hogy olvasóvá kell tenni a gyerekeket, és ezt úgy lehet, hogyha olyan szövegeket kap, amit szeret, és még az is lehetséges, hogy gyerekenként más, ami megszólít. Tehát, hogy amikor elkezdenek, hogy ők a Harry Potter rajongók, ők meg a Star Wars-osok, mondjuk az annyiban kicsit rossz példa, hogy az főleg ugye filmen nézik, de hogy meg tudja őket osztani, és mindig más lesz az, ami elkezdi érdekelni. És azt kell nekik tudni megadni, hogy ami érdekli, azt tudja, ahhoz tudjon kötődni, és azt tudja mondjuk elmondani a többieknek, hogy ez miért olyan nagyon klassz neki. Igen, hát ahogy mondjuk ilyen nagy klasszikusok, mint Verne Gyula, de a Jókai is kiesnek ma már, hát akkor ez biztos szomorú azoknak, akik, mint én is a két évi vakációért oda voltak, de hát tudomásunk kell venni, mások, nem, tehát nem a saját kicsinyített másaink a gyerekek, hanem mások, tehát nekünk az a cél, ha szerintem a pedagógiában, hogy meg tudjuk őket emelni, saját útjukra tudjuk őket állítani, hogy önmagukat ismerjék meg, hogy önmagukat fejleszék, a saját útjukat találják meg, ez ennél fontosabb nincsen, tehát ne az én utamat járja már könyörgöm egy gyerek se, az az enyém. Hát nem is mindenki. Fogja.
Mindenki menjen a sajátján, ez fontos. Szabadságában, a saját önrendelkezésében. Nagyon fontos. Simkó Edit tanár a vendégünk. És azért szokták mondani, hogy ennek az új magyar előírásnak, hogy mit kell tanítani már magyar irodalom előírásnak, van egy ilyen ideológiai átfedettsége is, bár én szerintem rossz szerzőt is lehet tanítani, meg ha úgy tanítják, meg olyan szerzőt is, akivel nagyon-nagyon nem értünk egyet, de hát itt nem feltétlenül ilyen nemesebb oktatási fogalmak vannak, hanem hát egy olyan szerzőket, akik szerintem többé-kevésbé joggal estek ki a közismeretből, vissza lehet-e hozni, vagy ideológiai befolyásoltságból vissza lehet-e hozni, vagy szerintem van egy ilyen elég jobber, szélső jobber közönség, és annak örömet lehet okozni annak a néhány száz embernek, hogy de most azért is megtanítjuk nekik a akárkit. De fogcsikorgatva nincs kultúra, tehát a gyerek hiába a szélső jobber adott esetben a szülői közösség, amiben ők élnek, vagy az a lakóközösség, vagy bármi, attól nem biztos, hogy a gyereknek ez örömet fog okozni. Tehát ez nagyon fontos. Igen, lehet a rossz irodalmat is tanítani. Egyébként tök középszerű Karinti novellát találtak például most is. Ez egy nagyon... Középszerű? Szerintem hát, ez egy szó. Nem akarom. Igen, és ez nem is jó. Egy novella. Tegnap Schiller Marian kollégája már fölvetett, és ott megnéztem, hogy ez nem is egy novella, hanem ez egy újságtárca, 1926-ban jelent meg a Magyarság című újságban. Ez szerintem tipikusan olyan, hogy Fricikém, kéne oda, három flek, lögd már oda, és akkor Fricikém a Hadik kávéház, amikor volt 5 perce, akkor ezt oda lögte. Nagy író, vagy nagy műveket is írt, hát ez pont nem sikerült neki. Igen, lehet a rosszból is tanulni, a középszerűből is, tehát azokat is meg tudjuk látni, hogy miért olyan egy darab, de nem biztos, hogy ez a jó módja, amikor jók is vannak. Mondjuk egy vizsgál lehet, hogy érdekes, hogy valaki merje azt mondani, hogy ez ugyan egy jó szerző, de hát ez pont nem jött be. Egy igen felszínes, igen egyszerű, és igen kimódolt. Igen, de ezt azért, tehát ne felejtsünk el valami nagyon fontosat. Tehát ott az a diák, az nem biztos, hogy ezt így kimeri mondani, mert lehet, hogy sokszor találkozott vele órán, hogy a saját véleményével nem tudta, ahogy is mondjam, a kollégát meggyőzni, hogy ez jó vagy rossz. Mert egyébként, és akkor itt visszatérnék a kollégákhoz, hogy szerintem van olyan kollega, aki nagyon örül annak, hogy ez az adathalmaz itt van. Mert hogy aki javított már magyar dolgozatot, fogalmazást, az pontosan tudja, hogy a legidőigényesebb, a legnagyobb koncentrációt igénylő javítási mód rettentő sok idő kijavítani egy dolgozatot, úgyhogy abban tényleg nem maradjon egyetlen helyesírás hiba se, és minden szövegszerkesztési problémára fölhívjam a figyelmét a gyereknek, hogy hogyan és mint rendeződnek a mondatai, a szavai. És sokkal egyszerűbb kijavítani, hogy tudta-e, hogy hányba írta, kihez melyik mű tartozik, összekötögetjük gyorsan, tehát ilyen teszt jellegűt kényelmesebb, és abban a túlterheltségben, amiben vagyunk, simán el tudom képzelni, ez kényelmes, meg kényelmes a számon kérhetőség, tehát van ennek egy ilyen kényelmi oldala, viszont elvesztjük vele az irodalmat. Igen, bár a fizika tanár sem biztos, hogy megnyer minket a fizikának feltétlenül, csak adnak. Ahhoz kevesebben tudnak hozzászólni az irodalom oktatáshoz, azt gondolják az emberek, hogy inkább hozzá tudnak szólni, mert betűt azért többen láttak, mint ó ellenállást. Más a kettőnek a megközelítése. Tehát szokták mondani, hogy a fizikában nincs félrebeszélés, az irodalomnál meg lehet lefetyelni össze-vissza és süketelni, de ott is meg kell indokolnunk, tehát ott is tudnunk kell azt, hogy miért szép valami számunkra, vagy miért nem. Hogy mi mond nekünk valamit benne, mi az, ami megszólít, és mi nem. Tehát lehet, hogy nekem tetszenek a csengő-bongó rímek, de lehet, hogy valaki attól kiszalad a szobából is. Az a lényeg, hogy a saját jó érzését találja meg. És ez a nagyon fontos, hogy kínáljuk föl nekik, hogy megtalálhassák. Igen, hát miközben van egy ilyen elképzelés, hogy ilyen, hogy mondják, ez indoktrinációra lehet használni, tehát hogy rá lehet venni, vagy valamiféle ideológiára rá lehet venni a gyerekeket. Mondanám, hogy aki a Kafka Margiti hangyabolyát olvasta, az sejtheti, hogy ez hülyeség, persze. Rá lehet sok mindenre venni őket, igen, de nekem mióta ezek az oktatási mozgalmak vannak, azóta van egy hatalmas nagy remény láng a lelkembe, amiben nagyon bízom. Egyébként az EDF és az Egységes Diákfrontos diákok például nagyon sokan közülük most írják az érettségit, hogy innen is nagyon drukkolok nekik, akiknek már van önálló véleménye, és akik kimerik mondani. Ezek a gyerekek ugyanis egyre többet informálódnak a világról. Ők már felfedezik azt is, hogy máshol van máshogy is, és
ki lehet mondani a véleményünket adott esetben, és elkezdenek ezekhez a lehetőségekhez ragaszkodni. És ez nagyon fontos. És hogyha mondjuk találkozik olyan irodalmi művel, amiben pont ez a szabadságharc van, most nem konkrétan szabadságharcra gondolok, hanem az egyén szabadságának harcára is. Az, hogy hogyan lehet jól önmagamnak is jót tenni, meg a közösségemnek is, hogy találom meg a jó arányokat abban, hogy tudjak létezni a világban. Ezeket meg tudják tanulni nagyon sok dologból, és meg kimerik már mondani, és ez iszonyúan fontos, hogy ne tudjuk lenyomni őket így a mi öregségünkben, hanem tudjuk őket elfogadni, és tanulni tudjunk tőle. Egyébként az egész oktatási paradigmát át kéne váltanunk most már, tehát hogy egy új szemléletmódnak kéne jönni, és közösen tanulni a gyerekekkel, megtanulni nekünk is, közösen tanulni velük. Annyira gyorsan fejlődik egy csomó dolog a világban, ami számunkra is nehezen befogadható, és néha ők ügyesebbek benne. És tök jó lehet együtt tanulni. Hát biztos, hogy a digitális kultúra olyan mértékben átéri a tudásról való képünket, amit nem is sejtünk, engem is tudunk, és már említette a mesterséges intelligenciát, ami aztán még tényleg teljesen átláthatatlan, hogy hogyan változik. El tudom képzelni, hogy lehet érvelni közben amellett is, hogy éppen azért, mert minden ilyen gyorsan változik, hát egy klasszikus műveltségre kellene alapozni, mert hogy az nem változik. Az Iliász már nem változik olyan gyorsan. Hát, mit gondolunk róla, az persze változhat. Igen, de hogyha megnézzük, és már utaltál is rá, hogy hogyan változtak meg, adott esetben kiesik valaki a kánonból, aztán visszahozzák, tehát egy élnek ilyen reneszánszokat alkotók is. Ugyanúgy lehet, hogy egy-két klasszikus pihenybe megy, és utólag fedezi föl magának egy diák, mert mondjuk nehéz a szövege, például egy baroknak, ugye, amiről megtudtuk, hogy dagályos egyébként a barok. Én gyanítottam már egy ideje. Barok szöveg nehézsége, vagy tényleg, mikor megélem azt például általános iskolai gyerekeknél, hogy lényegében magyarról magyarra fordítunk egy művet, mert már egyébként nem érti jól. De ezek már egy jókait se értesz, tehát nem kell a barokig visszamenni. Hogyne, sorolhatnék számtalan ilyet. Tehát, hogy hagyni kell, hogy akkor magunk felől, tehát a 21. század felől menjünk visszafelé szerintem, és ismerjük meg. És lehet, hogy neki egy most megszólító mű lesz klasszikus, az élete klasszikusa, de majd megismeri azokat, amik az emberiségnek lettek klasszikusai. Ha olvasó ember lesz, ha megszereti, ha érdekli, akkor elkezd ebben majd keresgélni, mert izgalmas lesz számára ez az út is. Igen, hogyha valaki nem akarja elolvasni a Háború és békét, akkor annak mondhatjuk, hogy az a világirodalom egyik legnagyobb alkotása, nem fogja elolvasni, négy vastag kötet, sok külföldi szó van benne, nem is értjük már, hogy tehát az egész világ más, nem fogja elolvasni, és persze lehet azt gondolni, hogy hát neked valami szörnyű nagy dolog kimarad az életedből, egyébként én is azt gondolom, ha nem olvasod el a Háború és békét, szerintem a világ felnőtt lakosságának, nem tudom, 90, nem tudom, százaléka nem olvasta el. És igen, és nem csak az, hogy mit olvasok, hanem a mikor olvasok is számít. Saját életem példája, nekem egy életemet meghatározó regény, például Szervantól utas és holdvilága. Amit én másodikos gimisként olvastam, és akkor én tudtam, hogy nekem ki kell mennem stoppal Olaszországba. És én ezt meg is csináltam. Később két nyarat is stoppal végigjártam. Azért, mert elmentem keresni a helyeket, hogy merre jártak ott. Iszonyú érdekes felfedezés volt, persze utána már mentem másfelé is, mert akkor már az egész Olaszországot akartam felfedezni, de így indultam el, ezt nekem másodikba kellett elolvasni, mert természetesen később is elolvastam, de akkor már azért voltak benne olyan elemek, szóval hogy akkor azért már úgy érzi az ember, hogy itt-ott nem kicsit didaktikus, tehát hogy nem annyira jó az a regény, de mégiscsak meghatározó volt. Így van. Igen. És de ez nekem például másodikos gimisnek kellett volna, de itt van a Varázshegy, amit középiskolásként... Nem olvastam középiskolásként, és nagyon szerettem, és utána, amikor ugye újra tanultuk, mert hát egyetemen ugye újra előjött, és elkezdtem olvasni, akkor emlékszem, tehát mikor Madame Sosa nem tudom hanyatszor bevágta az ajtót, tehát akkor már idegesített, akkor már túl volt rágva egy-két filozófiai gondolat benne, tehát nem jókor volt már nekem, hál' Istennek, élményszerűen meg volt középiskolából, de lehet, hogy másnak más a sorrend, tehát itt nagyon fontos, hogy megint a személyes, megélhető élményeink. És ami szerintem egy érdekes dolog, hogy
bár éppen az előbb a mellett próbáltam érvelni, hogy a klasszikus műveltség tanításának, amikor minden változik, van értelme, de hogy sokkal több filmet fog úgy tűnik egy mai fiatal megnézni, mint a hány eposzt elolvas, tehát lehet, hogy a film értelmezését is inkább meg kellene mutatni, vagy érteni. Tehát ez volt ez a csoki reklám, hogy csúnya, de tanulja meg szeretni, vagy nem tudom, hogy volt. Mindegy. Tehát, hogy mit ő jó, vagy miért érdekes ugyanez, és hát a film is egy művészet. És ez régen is nagy vita volt, ez a magas művészet, meg a populáris. Igen. Nem alacsonynak, így nem, ez a populáris. Mert lehet, hogy ez viszi be olvasóvá az ember, tehát Jókainak egyébként nagyon erősen köszönhetünk olvasótábor, tehát olvasóközönséget, hogy elkezdtek miatta olvasni az emberek. Nem tudhatjuk, mi viszi be, tehát nem szabad lebecsülni a populáris, a ponyva irodalmat se, és ugyanígy gondolom, hogy a filmművészetben is megvesz, amikor először találkozom valamivel, akkor lehet, hogy megérintott, még akkor is, hogyha ez egy közhelyes gics. De így kell találkozni. Mondok megint egy személyes példát, remélem a gyerekem nem haragszik meg érte. Mikor kicsi volt, akkor a 8 éves szülinapjára elvittem őt a Macskákat megnézni. És ő akkor így beszippantotta az előadást, nem tudom hányszor néztem végig a Macskák című musicalt, szerintem egy hős anya vagyok. Tényleg nem tudom. A gyerekem egy darabig ebbe élt. Ma egyébként színházat akar csinálni, nagyon magas szinten, nem musical színházat akar, hanem kísérleti darabokat, dramaturgia érdekli, a rendezés érdekli, nem tudom, alternatív, tehát nem tudom melyikest, éppen melyik alternatív színházat nézi, már nem tudom lekövetni, tehát, de azzal rántódott be, azzal a musicallel a színház világába. Na jó, hát a musical az egy elképesztően kitalált műfaj, látványos, minden érdekeset, az ki van találva. Akkor is ettől jutott el oda, hogy már másfajta része érdekli a színház művészetnek. És azt gondolom, hogy néha igen, lehet a könnyű felől menni, na de nem mindegy, hogy mi van ebben a könnyűben azért sokszor, mikor az irodalmat nézem. Hogy mondjuk behozok egy Vas Albertet. Hát annak úgy kell, aki azt olvassa. Hát kötelező irodalom, tehát az úgy kell. Hát, de sajnos nem mindig kerülhető meg, amit már mondtam, ez a hogy legyek rossz tanár dilemma. Nem csak azt futott itt át a fejemben, nem gondoltam egészen végig még, de hogy azért hiába tanulunk fizikát, meg kémiát, meg matekot, meg biológiát, meg mit tudom én micsodát, azért a legtöbben megállunk egy meglehetősen alacsony szintjén ennek, mondjuk a legpopulárisabb szintjén. Én még emlékszem arra, hogy kolloid, meg benzolgyűrű, és akkor már most büszke vagyok magamra. És hogy ez szerintem így van egy csomó embernél az irodalomnál is, hogy különböző okoknál, nem azt jelenti, hogy nem fog soha olvasni, de elolvas egy női magazinba egy kis vizét, akármicsodát, elolvas egy mit tudom én, mondjuk egy fejlettebb szinten egy skandináv krimit, és akkor itt ki is szállt ebből a dologból, és nem tehetünk, nem hányhatunk egymás szemére semmit, mert lehet, hogy ő meg bonyolult kvantumfizikai összefüggéseket ért, amit én már ott tényleg kérdezni se tudok, hogy miről van szó. Tehát, hogy nem magasan képzelt irodalmárokat kell képezni, hanem hát olyan hétköznapi embereket. Aztán akit ez majd jobban érdekel, az majd valahogy megúgya magának. Olvasó embert kell képezni, mert hogy azért nagyon sokat segít az életet élni az irodalom, és a művészetek általában. Tehát nagyon sokat ad ahhoz, hogy az embert megismerjük. Nekem a pszichológia tanulásomhoz, ugye én pszichológus is vagyok, nagyon sokat számított az, hogy nekem van komoly bölcsészt ismeretem, hogy az ember hogyan működik. Ja, most nem kell meggyőzni engem arról, hogy olvasni jó. Hát, én már meg vagyok győzve, a kis időt tessék adni, hogy mondjuk a Varázsegyet elolvassam. De hát aki meg nem akar olvasni, az győzködhet. Tehát most nyilván egy Vas Albert nem lesz egy nagy érva mellett, hogy olvasson, de Zakson nem olvasna. Mi történt? Hát igen, szóval, hogy nagyon vegyesek az érzelmeim, igen, ebben a tekintetben, pontosan az ideológiával átszőtség miatt, amiért nagyon bosszantó, hogy szakmai érveket próbálnak ideológiával összemosni. Jó, de azt hiszem, hogy Herceg Ferenc is vissza lett véve. Igen. Amivel önmagában olyan nagyon nagy baj nincs, azon kívül, hogy hát azért méltán felejtődött el. Igen. Vagy hát részben felejtődött el. És nem tilos olvasni, ha valaki nagyon akarja. Semmit nem tilos olvasni, tehát mindent meg lehet találni a könyvpiacon.
csak akarja találni az ember. Tehát, hogy valahogy azt kellene megtanítanunk, hogy akarja felfedezni. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a maga örömére keresse, hogy mit tud olvasni. És hogyha ez egy tárca, vagy egy tényleg egy ilyen női magazinnak egy novellája, mert vannak ott is, hála Istennek, ilyenek, akkor legyen az. Én nem lehet, bánom. Hogy jó novella. Pontosan ezt akartam mondani. Hogy biztos, hogyha nem tudja, miben Grecsó Krisztián ír, biztos azok jók. Igen, majd egyébként. A kötetbe lesz, akkor meg nagyképűen elolvassuk. És egyébként Grecsó Krisztiánnak is engedjük már meg, hogy néha írhasson gyengébbet is, ugyanúgy, ahogy Karinti tudott. Tehát tudjuk ezeket jól venni, tudjuk ezeket az élet természetes részének tekinteni. Nem kell mindjárt. Jó, szerintem az a kérdés, hogy mi a célfüggvény. Tehát az, hogy valami ideológiailag maszlagot lenyomjunk a fiatalok torkán, vagy az, hogy tényleg megtanuljon olvasni, már nem a betűket, bár az sem már sokaknál, hogy megtanuljon olvasni, eligazodjon ebben a világban, vagy kapjon segítséget ahhoz, hogy megtanulja ezt szeretni. Vagy tényleg hát egy ilyen, kielégítsük ezt a politikai, ezt a nagyon gyenge politikai igényt, már lehet, hogy nem úgy, már nagyon, hogy mondjam, értelmetlen politikai igényt, hogy ideológiailag elkötelezett szerzőket is vegyenek kézbe, mert akkor lenyomtuk a, mi volt a nyugat kis zsidó lapocskát? Vagy ilyesmi. Igen, ezek a megjegyzések rajta, de... Szerintem tréfások. Hát igen, így is föl lehet fogni, ennyi. Csak ha tudjuk, hogy hova jutott ez a történet, persze. Akkor kevésbé nevetséges. Persze. Nem nevetséges, röhelyes, de nem nevetséges. Ha megengedi egy teljesen másik, vagy részben másik dolgot, ugye azzal kezdjük persze a beszélgetést, hogy nem tagja egyik mozgalomnak sem tételesen, vagy tagság szerint, de hát mégiscsak részt vett ezekbe a tanármozgalmakba, de hát elzúgtak forradalmaink. Hű, erre most nagyon nehéz válaszolnom, hogy elzúgtak-e. Én bízom benne, hogy majd visszajön ez a téma. Kétségtelen, hogy nagyon sok súlyos más téma jött közbe, ugye gyermekvédelem ügye például, de azért én azt gondolom, hogy előbb-utóbb fölmérjük azt, hogy minden ránk omlik. Tényleg az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra, tehát minden ránk fog omlani. Most megjelent ugye egy újabb politikai erő a magyar közéletben. Nem tudom még hova jut ki. Én nagyon kritikusan figyelem, mert sok mindenben még nem látom azt, hogy mi lesz. Mert ígérvények szintén mindig megígérték, hogy az oktatás így lesz, az egészségügy, a gyermek, tehát mindenről ígérnek mindent. Tehát én nagyon-nagyon figyelem, nagyon kritikusan szemlélem ezt, nem akarok most ezért éppen erről semmit mondani. De vannak ilyen reményeim például, hogy itt van Törlei Kata, aki bejuthat akár az oktatásunkat képviselni Európába. Tehát ő ugye a legcivilebb párttal, a kutyákkal összeállva tanítanék mozgalom, próbál civilként Európához jutni, hogy képviselhesse az oktatás ügyét, és akkor most Törlei Katáról szeretnék mondani egy sztorit, egy aprót. Én ugyan nem tartozom sehova, de együtt dolgozom szövetségesként, és így az OKA szövetségese vagyok, ez az Országos Közös Akarat, ami több civil szervezetnek a konfederációja. És létrehoztunk egy vitát, egy kerekasztalt, egy fórumot arról, hogy a különböző pártok képviselői, akik indulnak az EP választáson, nőjenek el, és különböző kérdésekre feleljenek, hogy a civil szférát hogyan képviselik majd, mit tudnak értünk tenni, hogyan képzelik el az ottani munkájukat. És mindenféle kérdéssel bombázták őket, és bejött a mezőgazdaság kérdése is, mert vannak természet, környezet és mindenféle ilyen térrel védő embereink is, az akkugyárosok is ott vannak közöttünk. És Törlei Kata mondta, amit én annyira vártam, hogy mondja ezt egy politikus egyszer végre, hogy nem tudom, én ehhez a kérdéshez nem értek, de tudok tanulni, és tudok szakértőket megkérdezni, hogy erről a véleményem kialakítsam. Ez annyira fontos, mert ugyanis ott mindenki mondott aztán mindent, tehát lenyelte a bölcsekkövét reggelire, vagy feltételezte magáról. Tehát, hogy olyanokhoz kezdenek érteni a politikusok, amihez nem. És például itt van az oktatás ügye, itt van Pintér Sándorunk, aki mindenhez is értve, tehát minden alá tartozik most már lassan. Én úgy szoktam csak mondani, hogy ő viszi a reszlit, meg rá a biztonságot, ugye, hogy féken tartsa a reszlit, az oktatást, az egészségügyet. Tehát ezek ilyen maradékként kezeli ezt a kormány most. És akkor itt van ő, aki például ilyet bírt mondani, hogy szexuális demencia. Az mi? Hát ezt meg kell kérdezni Pintér Sándortól, valószínűleg egy idegen szót
összekevert, mint ugye a gyerekek is előszeretettel szoktak félrebeszélni, meg direkt gyűjtjük ezt, hogy poliészter, nem polihisztor, vagy lambériásinas, liberiásért, tehát direkt vannak ilyen szójátékeik. Tehát valószínűleg Pintér Sándor is valami nehéz idegen szót bírt oda bekeverni, de hogy ezek aggasztó dolgok, mert ők döntenek utána szakmai tudás nélkül szakmákról, és ezért lesz ilyen iszonyú nagy baj. Én ennél rosszabbnak látom a helyzetet, mert ahogy mondta, hát meg lehet kérdezni szakértőket, mert mindenre vannak kitűnő és hozzáértő szakértők. Az egy számomra nem megválaszolható kérdés, hogy miért gondolják, hogy az oktatást le kell pusztítani. Ahogy azt sem értem, hogy az egészségügyet se. De hát innen lehet sok pénzt kivonni. Igen. Például, és akkor hát nem az a cél, hogy minél vacakabb legyen, ez csak a következménye annak, hogy jó sok pénzt meg lehet itt spórolni, vagy ki lehet szedni, és akkor nem tudom, mire lehet költeni kastély, meg stadion felújításra, vagy felépítésre. Igen, meg aggasztó ez, hogy az oktatást hogyan választják élesen ketté. Tehát, hogy elkezdik majd az elitoktatást, tehát kialakul egy ilyen kasztrendszer, hogy nem mindegy, hogy hova születek. Már ez kialakult egyébként, teszem hozzá, tehát bizonyos részein az országnak szinte lehetetlen előre jutni, ahogy létezik ez a generációs szegénység, hogy nem is lát ki ebből a nyomorult helyzetből már egy gyerek. És motiválás nélkül, belső motiváció nélkül bizony elég nehéz tanulni bármit is. Igen, éppen ezt írtam föl az egyik kérdésnek, még gondoltam, hogy felhozom, hogy ahogy egy csomó mindenben az oktatáshoz való jutás lehetőségében is nagyon erős különbség, és egyre nehezebben legyőzhető különbségek vannak. Igen. Ez a klasszikus, mikor egy kis településen, ahol kevés iskola van, nyilván ott mindig más, akkor a jobbik iskolában tanító tanárokat azzal fenyegetik meg, hogyha sztrájkolsz, akkor mehetsz a cigányiskolába. Mert ugye ez a büntetés, hogy mert hogy kialakul egy ilyen természet. Tehát nem úgy van szegregálva, hogy törvényben van mondva, hogy egyik gyerek ide megy, a másik oda, hanem ezt az élet szépen ügyesen kialakította. És hát ebben szerintem konszenzus is van a középosztálybeli magyar társadalomban, hogy ez így jó. Igen, ez egy iszonyúan nehéz kérdés, és nagyon nehéz meglépni, hogy van ez a szabadiskola választás. Mert ugye mindenki ragaszkodna hozzá, mert jelen állapotban, ha azt akarja, hogy a gyereke tanult legyen, el tudjon indulni valami sikeres karrier felé, akkor bizony azt akarja, hogy ő dönthesse, nem mindegy, hogy hova jár a gyerek. De ha egyenlő minőségben oktatnánk az iskolákban. És az egyenlő minőség nem azt jelenti, hogy mindenütt ugyanazt kell egyformán, egyen ruhába öltöztetve ezt az egész oktatást tanítani, egyen tananyagból, hanem az adott régiókhoz mérten, és ezt akár egészen pici régiókat, egész kicsi területeket képzelhetünk hozzá. Tehát azt gondolom, hogy az a nata jónat, amelyik csak annyit mond meg, hogy milyen szinten, milyen készségekre kell a gyereknek szert tennie, és nem kell félni attól, hogy nincsen olyan közös kultúránk, hogy mindenki ugyanazt olvasta, és akkor mindenki arról. Nem kell ettől félni. A szabadság sokkal erősebben összetud minket kovácsolni, mint az, mikor így szorítanak minket vasmarokkal, és hullunk ki szépen mindenütt, és mindenütt megpróbálunk megúszásra játszani. Például a kötelező olvasmány nem elolvasni, hanem megtanulni szereplő, ki írta, mi a műfaj, és akkor arra kaphatok mindjárt egy pontot, de csak ha mind a hármat tudom, hogy visszakanyarodjak a mostani érettségéhez. Ezek nem motiválják most az már a mesterséges intelligenciában én megnyomod, rezümézz nekem, tehát már meg se kell keresni. Régen a 100 híres regényt vette elő az ember. Igen. Most már erre szükség. De ez baj. Tehát, hogy ez a baj, hogy egyébként a mesterséges intelligenciánál van egy nagy félelmem, hogy a gyerekek, még ha föl is fedezem, hogy azzal írta meg, tök mindegy, de hogy azt kéne meglátniuk, hogy azt nem ők fogalmazták, és nem azért ad a tanár fogalmazási feladatot, mert a mesterséges intelligencia által gyártott szöveget el akarja olvasni, hanem hogy te tudj fogalmazni. És itt lenne jó, ha például olyasmiről fogalmazhatna és beszélhetne, ami érdekli, ami szereti, ami megérinti, és azt adná tovább. De hát megvan adva, hogy miről kell nekem megiratni. Hát ez borzasztó. Igen, hát egy sorrendbe kell állítani a rossz iskolai élményeimet, akkor a kötelező fogalmazási írás az elég előkelő helyen áll, ahhoz képest, hogy aztán az a foglalkozásom, hogy egész felnőtt életemben úgy tetszik, fogalmazásokat írtam határidőre és erős pontozásokra. De ebben nem segített nem tudok visszaemlékezni, hogy örömet okozott volna, hogy írhatok egy jó fogalmazást. De akkor is megvolt, hogy mit kell írni, ugye? Bizonyára. Mindig jött a nyári élményem, mikor elkezdtük a sulit, aztán megvoltak. Olvasónapló, az volt a legundorítóbb. Jaj, hát az borzasztó. Jó, most... A nagymamám segített abba, az megírta. Most igen, meg sokan megírhatják helyettünk, de hogyha van valami, amit örömből akarunk megfogalmazni, amit örömből akarunk elmondani a másiknak,
akkor ott lehet, hogy mégiscsak rá lehet venni, hogy ezt összeszedettem, meg tudja alkotni. Jó, biztos van egy olyan életkori sajátosság, hogy olyan nagyon nem akarok se ilyet, se olyat tanulni, tehát hogy valahogy azért rá kell venni, vagy nem akarom azt mondani, hogy mi az a mondás, hogy a kismacskának is bele kell az orrát verni a tejbe, mondják, tehát, de hogy ilyen durva szavakat már nem használunk, de hogy hát rá kell venni, azért egy nem lehet mindig csak a udvaron rohangászni, amit azért a 9 és 13 éves korunk közegünkben a legtöbben úgy választanának szabad akaratukból. Persze. Hát a tanulás az munka. Az nagyon komoly munka. A gyerekek iszonyúan le vannak terheve. Többet tanulnak, mint mi dolgozunk ja, adott esetben. Tehát ez egy nagyon fontos munka. Csak azt kéne, hogy a munkát lehet örömből is csinálni ám. Tehát a munka örömét is át lehet adni. És igen, kell tanulni, energiát kell, erőt kell belefektetni, de mondjuk gondoljunk arra, amikor egy maratonista mennyit edz arra, hogy azt le tudja futni. De bármilyen sportoló, azt el tudjuk fogadni, hogy ő is szenved, mikor hajnalba kell kelni és menni az uszodába. Tehát fogadjuk el azt is, hogy a tanulás is egy komoly munka, ott is edződni kell, tehát az nem úgy van, hogy én megtanultam a betűket, és akkor elém raknak egy háború és békét, és akkor azt én el fogom tudni olvasni. Arra is meg kell edződnünk a figyelemkoncentrációnak, a memóriának. Ezek edzhető izmaink, idézőjelben az izmokat, ugye most szándéka a sport példa miatt. És ez néha fárasztó, és nem mindig szórakoztató. Ezt is meg kell tanulnunk. Az iskola érettségnek egyébként egyik része az unalomtűrés például, amikor bejönnek, hát hogy valamennyire kell. A mérték nem mindegy. Tehát az a nagyon fontos, hogy a helyes arányt találjam el magolandó, és az abból alkotó összefüggést látó logikus eszem között. Van egy elméletem, egyáltalán nem biztos, hogy helyes, hogy amikor például a különféle pedagógus mozgalmak megindultak, miért nem kaptak nagyobb társadalmi támogatást, szolidaritást? Hát egyrészt, mert az egész magyar társadalom általában nem híresen szolidáris. A másik az, hogy a felnőtt közönségnek egy nagyon nagy részének nem nincsenek, vagy nem maradtak jó iskolai élményei. Tehát persze volt egy-egy jó tanár, meg ilyeneket sokan el tudnak mondani, de hogy azért a népesség egy igen-igen nagy százalékának rossz emlékei vannak az iskoláról, ezért azt gondolja, hogy akkor most szívjanak egy picit a tanárok, és nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített dolog, és nem is biztos, hogy csak ilyen egyszerű ez, de én szerintem ez benne van, benne volt. Egyrészt igen, és el is tudom fogadni. Csak ha tovább látunk az orrunknál, tehát ennél a kicsinyes bosszúnál, hogy volt nekem rossz tanárom, és egyébként nem is biztos, hogy minden tanár volt rossz, csak hogy ezek a rossz persze emlékek, ezek élesen megmaradnak, mert nagyon sok elég jó tanár van, és akkor van egy-két kiemelkedő tanár egyéniség, és nagyon szerencsés az, akinek jutott ilyen nagyon kiemelkedő tanár egyénisége, mert általában elég jó tanárok is lehetnek. Tehát ez egy hivatás, egy szakma, de elég jól lehet csinálni, mint a szülőség is elég jól kell csinálni, tökéletesen nem lehet, és akkor voltak az alkalmatlan kollégák, akik mind a mai napig vannak, és sok alkalmas, nagyon jó kollega egyébként alkalmatlanná válik, ahogy kiég a túlterhelésben. De nem látunk tovább az orrunknál, hogyha nem látjuk azt, hogy az oktatás ügye az nem a tanárok ügye. A tanárok egy pici résztvevői az oktatásnak. Az oktatás ügye az ország ügye, benne a gyerekeinkkel, akik elsősorban szenvednek tőle, ezt rosszul csináljuk. Tehát valahogy ezen kéne túlmenni. A kollégák ugye azért voltak, akik benne maradtak ebbe, tehát akik azt mondják, hogy el tudják viselni azt, amit csinálnak velük, akik ebbe benne maradtak, azok sokszor fenyegetett helyzetben voltak, sokszor olyan élethelyzetben, hogy nem is tudtak ugrálni, mert akkor hogy tartják el a családjukat, nem tudtak hova váltani, nyugdíj előtt egy pár évvel nem mert váltani, tehát sok indokuk volt rá, amiért nem mertek mozdulni. Ha annyi tanár, aki megtehette volna egyébként változtat, akkor megváltozott volna ez az egész, de nem lehet a tanárok nyakába varni, és egy csomó mindent nem lehet szakmák nyakába varni, egyszerűen föl kell ébredni, és saját érdekeink ellen megyünk, hogyha adott szakma vagy szakterület, inkább így mondom, embereit kezdjük el, csak tőlük várjuk el, hogy legyen változás, ugyanakkor kétségtelen, hogy el kellett volna érni. Tehát én bennem van nagyon sok rossz érzés, hogy nem mertünk elég erősek lenni. Köszönöm szépen Simko Edit tanárnak, hogy itt volt és beszélgetett velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Krák Evi, Lantai Miklós, Balogh Kármen és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Helskovics Eszter. Dísi Jánost hallották, a viszonthallásra. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.